frissen, üdén, akik kabinban aludtak, de azért végignéztük reggel, hogy akik nem kabinban aludtak, hanem csak úgy ide-oda elfetrengtek, van aki a földön, van aki egy ilyen székben így, hát az azt mondtam a kirának, hogy olyan, mint a zombi apokalipszis, nem? Egy kicsit, tehát ez nagyon durva. Amúgy is akár házban megszólal a rádióból, ami olyan, mint a Gileadban lennénk. Igen, nagyon félelmetes, nem? Tehát tudjátok, van az a Szobalány meséje című sorozat, és abban néha így a hangszóróból megszólalnak. Szolgálólány, nem Szobalány. Ja, Szolgálólány. Ja, tényleg. Szolgálólány meséje. És akkor, jaj, nem fotózok, de aranyos vagy. Na mindegy, a lényeg az, hogy kijöttünk, a Kira természetesen már kapucsinózik. Ezt nézzük. Szóval azért nem nagyon ronda. Ott a felkelő nap. És már azt ígérték, hogy 6-kor érkezünk, hajnali 6-kor, hajnali 6 óra 4-7 elmúlt, és még mindig sehol. Hát ott valami kaparászik, valami szárazföld, az még szerintem legalább 20 perc, fél óra. És azon gondolkodom, hogy hogy fogunk lejönni erről a hajóról. Tehát egyszerűen nem értem. Tehát ugye így fölálltunk a kocsival, de itt elől nem lehet kimenni, mindenki le fog tolatni hanyat? A töhötömmel le fogunk tolatni, vagy hogy lesz ez? Nem aggódsz? Hát nem én fogok vezetni, hanem te. Ja? Úgyhogy leszarja. Az, hogy milyen úton, módon jutottunk ide, a Kecskebaszóhegyre, már elnézést. Hát nagyon kemény volt, de remélem megértem, mert hát ez a ház... Ez eszméletlen, ez elképesztő. Tehát ezt nézzétek meg. Hálószoba. Szóval hát ez tényleg annyira autentikus. És hogy annyira iszonyatosan a mi ízlésünk. Na gyere, vezess ki! Na, itt van egy kis... Itt van egy kis fantasztikus... Kandalló. Nézd meg a tetőt. Kandalló, a tető. És most következik egy... Kétszintes, és akkor itt váratlan fordulattal. Az egyik. Ezt nézzétek meg. Ez a kilátásunk. De hogy milyen úton jöttünk föl, teljesen autentikus köcsög van a kertbe. És képzeljétek el, hogy az a terasz is a miénk, ott lenn. És senkire itt nem lehet járni egyébként autóval a faluba, sőt semmilyen tömegközlekedési eszköz. Tehát ide se busz, semmi. Semmi nem jön. Ezt el tudjátok képzelni, hogy mire onnan föltekeredtünk, azt is megbántuk, hogy szülőanyánk a világra hozott. Két teljesen elhagyatott régi ház van. Hát nyilván ez is olyan volt. Azért ez elképesztő. Meg. Na légy szíves, vezess le minket a földszintre, mert hogy kétszintes a ház. És itt fogunk most tölteni 6 napot. A fürdőszoba is nagyon-nagyon... Mondjuk hozzáteszem, hogy végig arról beszéltünk, hogy ide csak egyszer jön fel az ember, és utána többet nem megy le, mert olyan úton kell jönni. Ezt nézzétek. Ez még az eredeti régi márványmosdó. Itt a fürdőszoba. A mosogató is. Ott a zuhanyzó, a kő a ház része. Fantasztikus. Baromi, imádom, amikor ilyen festett beton az egész. Nagyon jó kis polcika. És hát itt is vezess ki minket a teraszra. Nagyon-nagyon jó. Úgy hallom, hogy egy olasz női az egész, elképesztő ízléssel van megcsinálva. És akkor van egy ilyen teraszos fűszerkert, meg veteményes. Teljesen oda vagyok. Nagyon jó. Ez kicsit kárpotol, mert az úton elsírtuk magunkat. Na, malac. Erre is tart. De ez már nem a mi területünk. Van, mert van a közös része, nem tudom, hogy ez ki van-e adva, mert teljesen be van zárva. Hát szerintem normális ember nem itt száll meg. Van valami. Ott az új templom, kert. Hát dehogy ne, hát az előbb egy lilahajú ázsiai csaj jött le a lépcsőn. Lilahajú ázsiai nőkkel fogunk egy szinten lakni, hát azért komolyan mondom. Szóval nagyon kemény volt az út, és megmondom őszintén, amikor leszálltunk a hajóról, és még elindultunk ide, azért az is egy jó 2 óra vezetés nézd meg, volt. Nézd meg azt a spalettát. Most ő nagyon lelkendezik, amit nem csodálok. Egészen elképesztő. Fantasztikus a ház, tényleg. Milyenek voltak Algériában a teraszon? Milyenek? Gyere ide, víziló! Közelíts meg! Cside! Gyere ide! Jaj, oké! Mindig el van szontyízva, úgy, amikor megérkezünk valahova, teljesen el van csíve. Megint úgy voltam, hogy megint befoglaltam. Hogy rossz lesz.
De a kecskebaszó hely is nagyon jó volt. Aztán végül jó volt, mert Törökország voltunk egy olyan kecskebaszó hely. Sehol nincs egy semmi nincs, itt egy közér sincs. És a lenti közé... Éhem. Tehát itt semmi nincs. Csak ő meg én. És a szakadék, és nincsen korlát, és... Na jó, mindegy, hát erre vállalkoztunk. Úgyhogy most ide bezárkozunk, és itt fogunk. Hát szólaljál már meg, hát ne álmodozzál már. Fejezd be. Na? Meglepően jól aludtam ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy deszkára leszünk annyira. Nem volt deszkán. Annyira kemény az ágy, de a te párnád. Az én párnám. Én egy klófolódta. Én szerencsére mindenhova viszem magamon a saját párnám. De tényleg egyébként. Ez valami? Én nem is tudom megmondani, hogy mind alszom. Ez ilyen párnád, ő még... Hát ezzel, ez akit fejbevernek, az halott párnám. Lett. Az teljesen halott. Hát ez teljesen borzasztó. Aztán ráadásul elment az áram éjjel, ami oda derült ki, hogy fejjel estem le a lépcsőn kb., mert nem tudtam felkapcsolni a villanyt az éjszakai pisilésnél. Plusz... Hát, mert szerintem valószínűleg olyan szélvihar volt tegnap, hogy azt hittük, hogy elviszi a házat. De olyan szélvihar volt, hogy nagyon féltek híre, hogy elrepül fölülünk a ház, vagy valami történik. Én mindig kérdezem, hogy miért félsz a széltől. Nagyon félek, mindig féltem a széltől. De igazából tulajdonképpen egy picit mindentől félsztem. Nem mindentől, a széltől. A széltől, a szerpentintől. Hát, igen, mert téliszonyom van. Jó, tehát tulajdonképpen akkor nem marad olyan, amitől ne félnél. Mindentől rettegsz. Aztán még más is van, tehát tényleg nagyon autentikus a ház, és hát láttátok, hogy olyan gyönyörű, hogy elájulsz olyan gyönyörű, de hát azért ennek vannak hátulütői. Vannak, igen. Például, mint a Bonzo, akkora a boiler, úgyhogy a Kira egy perc alatt se tudott lezuhanyozni, hogy maradjon meleg víz. Tényleg még csak, tehát éppen, hogy rátettem a sampont a fejemre, és már elkezdett elvenni a meleg víz. Mondom, ez valami tévedés van. Itt tévedés van, betondeszkán alszunk, tehát én nem tudom, hogy fogom minden felemelni magam, mert kész passz. Ráadásul ugye itt mi is van még ráadásul? Meg valamit akartam mondani ráadásul. Iszonyú, hát mi? Hát azért érted, azért mindentől elég távol vagyunk. Nem, ja, olyan szerpentinen kell följönni, hogy hát azt nem is lehet, azért gondoltam, hogy itt valahol majd lesz egy pici, egy kis valami zöldséges, vagy itt semmi nincs. Úgyhogy ma megyünk a nagyvárosba vásárolni. Tehát, hogy gyakorlatilag zöldséget, gyümölcsöt nem lehet venni, vagy nagyon ronda és horribilis összegért. Szia, Saurus! Nagyon kedvellek téged. Te vagy a kedvencem. Na jó, akkor most, hogy ez már megvolt, ezt azért így, most... Inkább a terasz mutatni. Hát, de bunkó vagy, mi lehet, hogy valaki szereti nézni a fejemet? Vagy az kizártnak tartott? De is nézed már egy pár éve. Jaj, hát szóval ezt nézzétek meg. Dolce Vita malac, mi van? Na, ezt is veszed? Veszem. Semmi, éppen nézzél, bosszankodom. Na már megint min? Mert, tehát egy fél kiló cukorszínű volt belerakott. Jaj, viszont a ruhád, amit én vettem neked, még Athénban, az olyan gyönyörű vagy benne, már hogy... Én nem is tudom, hogy utoljára mikor voltál így oda a ruháért, tehát már most kinézte nekem, és mindenképpen akarta venni. És meg is vettem, de egy picit tedd le azt a poharát, és mutasd meg, hogy miket látunk rajta, hogy gyönyörűséges narancs halak vannak, és hogy mennyire illik a... Lila meg narancssárga halak vannak. Igen, és hogy mennyire illik a táskádhoz. Mondjuk lebécéáztam most reggel, de... Jó, hát ezt most mindenki meggooglizza, hogy mi az, hogy lebécéáztad, de ez most mindegy is, hogy az micsoda, hanem az a lényeg, hogy... És a kávé, ja, szét van cukrozva. Szét van cukrozva, gyakorlatilag kávé és cukrot iszom. De hol is vagyunk tulajdonképpen? Ilyen a Petra? Jána Petrán. Ilyen a Petrán vagyunk, és azért nézzétek meg, hogy hova ültünk be. Ilyen. Hát szóval ezt nézzük közben. És megmondom őszintén, hogy egy picit ránagyítok. Látjátok, hogy mit nézek én? Ezt nézem, amióta ide beültünk, ez mondjuk elég gáz, mint egy autista. Ott az a fölmarkol valami köveket, és utána behajítja a vízbe, és ezt nézem hosszan-hosszan. Nem kiveszi a köveket? Micsoda? Nem kiveszi, berakja. Sose fog. Hát nem tudom, hogy mit csinál. De most meg nem tudom meg most.
10 perce nézi, és nem tudja, hogy most kiveszi a köveket, vagy berakja. Igen, 10 perce nézem, és nem tudom, hogy most bemarkolja a tengerbe, vagy kimarkolja onnan. Most aztán végül... Ott a másik végén úgy vannak egymásra hányva a kövek, mint hogy egy szoborpark lenne. Igen. Nagyon izgalmas dologban volt részünk, mert két kávézóval följebb egy papagájt a kíra vállára ültettek is. De én nem akartam, hogy megálltam, mert anyukám imádja a papagájokat, és ugye ezeket a jó nagy megtermett papagájokat, és gondoltam levideózom, de hát amint meglátta a tulaj, rohant oda, hogy jó akkor, hogyha mamma szereti, akkor a vállamra teszi. De hát ugye mamma szereti, de én rettenek tőle. Jó, csak nem ma reggel került szóba, hogy mindentől rettegsz. Én egyébként úgy nézek ki ebbe a kalapba, esküszöm, mint a Jockey Ewing, mint hogyha Cliff Barnes lennék. Inkább valami olasz mafiózó. Mafiózó? Hát én nem tudom, de ha túl a fejem egy akkor meg eláll, és olyan lesz, mint egy maki majom. Na jó, rossz az egész. Minden esetre kaptam ajándékot. Nem rettegek mindentől, mielőtt még ezt a barnát bevesem. De mindentől rettegsz, hát ezt ma reggel megbeszéltük, a papagájtól is retteg. Beleültünk a Szimból nevű helyre, így ülünk. A füledet nem harapta meg, most már azért már színészkedsz. Belekrákogott a fülébe. Jó, ez igaz, hogy a papagáj belekrákogott. Jó, de cuki volt egyébként. Cuki volt, rólam is készült egy kép. És Giuliettának hívják. Giulietta a prostituált papagáj, mert mindenkinek ráül mindenhova. Hogy nem mindig a shopping, ezúttal eljöttünk kulturális élvezeteket szippantani magunkban, ami nem más, mint hol vagyunk, vaddisznó? Nagyon vicces, mert a város főnevezetessége Napóleon háza, de tényleg így van kitalálva, hogy Napóleon háza. Napóleon háza arra, ez például a Napóleon utca, amiben vagyunk. Azt lehet gondolni, hogy nehogy Isten így született, vagy így gyerekeskedett. Dehogy. De egyetlen éjszakát töltötte ebben a házban, egyébként nagyon cuki. Mutatjuk Napóleon házát, egyébként ez a tábla mutatja, hogy ez Napóleon háza, tehát már ebből nagyon komolyan lehet venni, de így távolra jövök, egyébként egy nagyon kis cuki kapu, és így fölmegyünk. És hát egy teljesen egyszerű kis házikó. Ott nézett ki azon az erkélyen. Ott az erkélyen egy picit ittált Bonaparte. Dehogy ugrott le. Iszonyatot halára itta magát Iona Petrában, ahol vagyunk, Iona Petra. Megcsajozott. Ugyanis az egyiptomiakat, ami pont szembe van, tehát hogyha itt átúsznánk hosszan a tengerbe, akkor azt ott Egyiptom. Miközben veszem a zsalut. A kíra zsalumániás is. Én is vagyok, és képzeljétek, a gyerekkoromban, nem csak gyerekkoromban, felnőttként is azt hittem, hogy ez a ráspoly. Tehát a zsalugáter nekem egyelő volt a ráspollyal, és később rájöttem, hogy az élet az kegyetlen, és az nem ráspoly. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyiptomiakat legyőzte, halomra halasztotta őket, és utána átjött ide, áthajókázott, és itt töltött egy éjszakát. Ebben a házban. Ezért Bonaparte ez Napóleon háza. Ez a Napóleon háza. Korán keltünk. Mert hogy megyünk edzeni, mert tök meglepetésre, teljesen véletlenül egyszer csak megláttam egy Muay Thai edzőtermet, úgyhogy megbeszéltem az edzést. Meg hogy a Máté akkor addig meg majd a konditeremben nyomja. De hát... Nagyon szörnyű. Van, vagy? Nem, nagyon szörnyűség történt már. Nem is tudom, hogy elbírom-e mondani. Az, hogy iszonyú hascsikarásra ébredtem, és ne tudjátok meg milyen egy olyan házba hascsikarni, ahol a WC-papírt nem lehet beledobni a lefolyóba, mert nincs megoldva itt a csatornahálózat, olyan vékony, mint egy szívószál, és ott épp hogy le tud menni, aminek le kell, és nem szabad. Úgyhogy minden egyes hasmenési roham után le kell zuhanyozni. És a zuhanyzáskor kijön a víz oda, ahol a WC van. És amikor másodszorra lementem és letoltam a pizsamámat, akkor beletoltam a zuhanyzásba. És utána elkezdett rázni a hideg, és különben is az első lemenetelemkor, amikor még csak pisíri mentem, és nem akartam villanyt kapcsolni, végig kacagtad a lemenetelemet. Az nagyon vicces volt. Hát hogy érted, hogy négy kézláb jöttél fel. Hát egy tyúklétrán kell lemenni. És az, a másik, ami még nem van... Nem létre, ez egy lépcső. Ez egy teljesen normális lépcső. Nagyon meredeknek tűnik éjjel a sötétben, amikor az ember kísér. És mondom neki, figyelj, onnan nem kellett volna magaddal vinni a telefont. Aztán már amikor... Nagy csönd volt. Jó, most hajnal óta ezt nyeszergi, hogy túl fogja élni. Gyomorrontásod van. De én úgy érzem, hogy haldoklom.
Jó, most összekészülünk, én nem megyek egy zenét, bemész a gyógyszertárba, és beülsz a papagájoshoz a partra. Örülök, hogy ez neked ennyire rohadt vicces. A másik, hogy itt fekszem, gyakorlatilag a halálom küszöbén vagyok. És a Kira nem mer lemenni egyedül a Muay Thai edzésre, mert ugye úgy kanyarog az út, hogy a haldoklónak kell még levinnie őt edzeni. Mindenképpen le kérem minden. Ugye nem gondolod, hogy most itt fogsz feküdni azért, mert kicsit csikar a hasad? Miért? Mit csinálok? Egész nap menetelek? Nem, hát ragaszkodunk ahhoz, amit kitaláltuk, hogy megyünk a strandra. Úristen, gyertek értem, könyörgöm, gyertek értem! Na jó, majd összeszedi magát. Kira elment edzeni. Én meg itt haldoklom a parton, itt fogok halomra halni, és megvárom, hogy a sirályok felfalják a testemet. Nagyon borzasztó nekem. Ne tudjátok meg, csikar, görcsöl, fáj, nincs étvágyam, rosszul vagyok. De hogy van, hogy minden nyaralásban valami kretén lebetegszik? Most éppen én vagyok az a kretén. Beültünk egy étterembe, csak halkan tudok beszélni. Kirának ajánlottam Muay Thai edzője, és nem finom. És ráadásul úgy ültünk be, hogy még mondtam is neki, hogy igen, Thanos ajánlotta, és hogy ő a Herkules, Herkules a étterem tulajdonosa. Herkulesnek hívják az étterem tulaját, és Herkulesnél nem olyan nagyon jó a kaja. A gyrosz például olyan, mint egy ilyen Blaha Lujza téri aluljárós gyrosz. Azért nem értem, mert tényleg értem, vagy lehet, hogy neki ez ízlik. Furcsa ízlése van. Én mondjuk hozzá kell tenni, hogy a téma annyira el voltunk kényeztetlen, hogy tényleg egy annyira jó helyet ajánlott a pasi ott a szálláson, hogy... És nem is ez a vicces, hanem az, hogy egyébként ő az ott hátul, ő... A kékszemű Herkules, aki amúgy nem új Herkules, tehát egyáltalán nem. Viszont egyáltalán nem szoktuk etetni a macskákat, mert itt mondták, hogy akkor nekünk végünk van, de most nagy szerencséjük volt. Nagyon macskáknak. Ő is halára zaválta magát, meg ott az asztal alatt ő is. Mindkét macskát addig etettük gyrosszal. Még rákot is kaptak. Még rákot, volt jó. Rák se volt jó, meg a gyrosz se. Végig azt néztem, hogy jó van, most bement Herkules. Most dobhatod. Úgyhogy süttyomban megetettük a két macskát, és arról beszéltük a Kirával, hogy szerintünk itt a parton a macskák átadják egymásnak az infót, hogy gyertek, ebbe az étterembe megint nem ízlik nekik a kaja, nagy fogás lesz. Nekünk sem annyira jó, de... Na mindegy, de mondanám, hogy sose rosszabbat, azért, de inkább jobbat. Az én gyomrom továbbra is nem jó, hogy akkor miért gyroszt választottam, hát ez jó kérdés. Nehogy azt hitt, hogy most még nem kell lenned. Jó, mert kihozott egy csomó ilyen előétel, ilyen izék. Megmutatom. Ez például nem is tudom definiálni, hogy micsoda. Ez például döglött halnak a kopoltyúja? Nem hiszem. Ez olyan, mint a döglött hal lenne. Ez ilyen, nem tudom mi, ezt a Kira rendelte, az ott babsalálta, ezeket a macskák ették meg, ezeket a húsokat. A cacik is olyan jó, mint a témban volt, és ott pedig azon voltak a rákok, ott van ilyen göngyölt húsos cucc. Szőlőlevél. Úgyhogy legközelebb meggondolod, hogy hova hozol el kajálni. Meg hogy nem fogom mondani, hogy ki ajánlotta meg, hogy már még megyek edzeni. Kicsit leégett a fejed. Az egész lábam leégett. Le vagy égve. Igen. Minden szempontból most égni fogunk, amikor meglátja, hogy ennyi mindent itt hagytunk. Igen, itt van. Jaj, de kellemetlen. Azt hittük, hogy megszabadulunk, és hogy most már... Most meg fogsz, ki fog nyerni. Mit hozott neked? A helyi íze, ez a raki. Graki? Raki, light-os pálinka. És hozott gyümölcsöt, szerűség. És hozott két süteményt. De mondtuk neki, hogy nem mondom, fullon vagyunk, nagyon-nagyon tele vagyunk. Azt mondta, vagyunk. Hogy masz. Azt mondja, nem, ez kötelező. De egyébként ez minden egyes nap, akárhogy, tehát hogy ők megmondják, érted, hogy mit eszel, mikor eszed, mikor fizetsz. Tehát, hogy itt nem lehet csak úgy, mert hogy... Ők meg akarják mutatni a vendégszeretetet, és ez nagyon cuki, meg kedves, de hogy basznak, hogyha nem akarsz. Akkor ezt megiszom. Egy hasmenős és egy picsa részeg nő. Ez a mai napi szlogenünk. Ezek vagyunk mi. És mit csinálják? Ez romlott. Ez biztos, hogy romlott. Nagyon rossz. Én ezt nem bírom megenni. Itt van. Okay, I will drink it, you. Yeah.
Okay, you drink master? Yes. Thank you. Awesome. Mm. Oh my god. Hey. Oh. Ez jó. Tudod, hogy azt várja, hogy te így jöd, mert most meg fog sértődni, nem iszol. Csinálj, hogy említan van. Mi színészkedek a görög tengerparton? Hogy csinálja, nem hogy? Nem sértődik. Nem élem túl. Nem élem túl. Vigasztaljon? Tudod, mi vigasztaljon? Hogy ezután a kaja után hiába romlott a sütét. Nem fogsz tőle. Fertőtlenít? Igen. Úgyhogy ezt idd meg. Mert minden, ami romlott volt ma, azt most lefertőtleníted. Kidom a tacsot. Én azt hiszem, hogy gyerekkorom óta a legideálisabb étkezés az a természetben való étkezés, és imádom a reggeliket. Úgyhogy most itt vagyunk a házba, és itt reggelizgetünk. Mi az? Mit nézel? Mit hesszítesz? Hatalmas pillangót néztem. És beszélj arról, hogy mit művelsz a macskákkal, hogy itt állsz csípőretett kézzel. Nem, én elképesztő harcban állok a macskákkal. A kíra és, egyfajtában harcol. Nem adom fel, de... De ők se. De ők se. De meséld el, hogy mi volt reggel, mondd el. Nem akarok a macskákról beszélni, rosszul vagyok tőlük. Júj, nagyon rosszul van a macskáktól, de egyszerűen tart tőlük is fél a macskát, nem én. Nincs bajom a macskákkal, csak úgy ne jöjjenek a közelembe. Tehát, hogy nem akarok én macskákkal együtt élni. Most az összes macska rajongót elvesztettük. Jó, hát most mit csináljak? De az a lényeg, hogy most az a módszerük, hogy apró léptekkel jönnek. Úgyhogy most úgy gondolta, hogy ha most állandóan el van zavarva, akkor kb. Ott a kapu mellett cserétnél meghúzódik, és akkor ott lefekszik. Csak ugye tudjuk, hogyha azt engedjük, hogy oda lefekül, következő lépés, mert elkezdted, már elkezdett beválni a módszere. Hogy? Jó, hát hogy ott a távolban van meg minden. Erre 2 perc múlva kijövünk, már ketten fekszenek 2 méterrel közelebb, ugye? De már a házból is kizavartam őket. A kíra azt állítja, hogy ezek átadják az infót. Szól neki. Persze, tehát, hogy de mama, a fekvés most már megy. Igen, most már feküdni hagyják, már engedik el, én ezer őkök reggel ott agyasz, hogy a kíra. Ugye a macskák ezt megbeszélik, hogy figyelj ide, ezek már hagyják, hogy ott feküdjünk, egy pillanat, és már itt lesznek az ölükbe. De tegnap este a vacsoránál megjelentek 4 különböző tényleg irányokból. Támadtak. És ráadásul az egyik eltűnt ott, arra, és feltűnt a másik kapunál, de 1 perc múlva. A kíra iszonyatosan jól el van, tehát ez egy külön videót érdemelne, a kíra és a macskák című. De itt egyébként különösen, tehát ezek a nagyon csontos arcú, félelmetes fejű, én rettegek tőle. Balkán macska. Balkáni macska. És este azt mondtam a kírának, hogy cica, gyere, és azt mondja, ne hív cicának. Beültünk egy újabb helyre, némi vita után. Jó, hát az egész városban, tehát ez konkrétan itt van a sziklák fölött, a víz mellett. Ez igaz. Ennél gyönyörű panorámát megtaláltuk. Kaptam egy újabb kalapot. De a Máté pont most akart bekeményíteni, hogy most ő utálja ezeket a behajtó embereket, minden, de hát itt minden egyes tulaj, meg ilyen üzletvezető. Na ez a kérdés. Be akar terelni, én is utálom. Utáljátok a behajtó embereket, hanem én megőrülök ettől, amikor egy étterem előtt áll valaki, és azt mondja, hogy how are you? Where are you from? Meg a többi, és nem tudod, hogy válaszolj, aranyoskodsz. Jó, itt azért Görögországban ráadásul azért rögtön utána jön, most rögtön meg is tanította nekünk, hogy... Hogy mondják a köszönömet, szóval azért itt rend és fegyelem van. Itt is. De tényleg. Na jó, azért, hogy a kirával összeszólalkoztam. Egyszerre beszélünk. Mondj, hogy mit kifejezni magam. Hogy azt akarom mondani, hogy ide jöttük, és már tényleg tök szomjasak voltunk, mert minden, de én mondtam a kirának, hogy annyira idegesít, hogy még csak az étlaphoz közelítek, de bár azt mondja, okay, hogy traditional, Greece, minden traditional. Mindegyik étterembe ezt csinálják, és azért mérlegeljük, hogy itt ilyen panoráma van, mindjárt megmutatjuk. Megmutatjuk, tehát, hogy mit nézünk az étteremben. Hát ez a látvány. Szóval, értitek. És itt körbátni. Ezt lehet lenni. Na, viszont, hát akkor... Jó, igen, és aztán miután meneteltünk 1/2 órát, csak és már lesz a... Csak azért mentem bele, hogy a víz. Thank you. Megjött az ice. De most szerintem biztos ki van akadva, mert nem görögül mondjuk, pedig ő megfelelődött. Nem is fogjuk mondani. Hogy csak azért mentem bele, hogy menjünk tovább, mert gondoltam, hogy fogunk találni itt egy olyan cukrászdát, ami nem görög. Ami nem traditionál. De sajnos kipróbáltuk a görög cukrászdát. Kár belénk a nyaralás, de tényleg. Jó, hát nem ízlik a görög fagyi, mert a görög cukrászdát. Na, most hát már most tényleg minden szörnyű.
tudsz mit csinálni. Aténba viszont a világ legjobb fagyját ettünk, de az nem görög fagyi volt. Na jó, igen. Na. De nem is ez, hanem hogy tényleg. Na és a akkor több fél órát szakadt rólunk a víz, meg mi nem is tudom, mondtuk, hogy jó, akkor mondtam, hogy jó, akkor jöjjünk ide vissza. És akkor végig egész úton visszafele azt akartam, hogy pont most akartál bekeményíteni, hogy nem ülsz le egy ujjájára. Azt mondja, hogy keményítesd be. Na erre természetesen végighallgattam tőled. Ez a videó részlet legyen hosszú, mert elég jó a félviszonyok, nem? Tehát így az új fekete fellapos kalapok. Most minden esetre most azt próbáljuk, hogy tényleg nagyon-nagyon kevés kaját rendelünk, mert olyan nagyon nagy, ki, igen. Hogy és tegnap még erre a gyomorontásomra ráettem azt a szemmicsot, amiből ennyit hoztak ki egyszerre, és ott hagytuk a 3/4. Tegnapi napunk az annyira nem sikerült, lássuk be. Nem sikerült. Utána minden bajom volt, utána kiültünk a gyönyörű teraszunkra, ahol az a baj, hogy napközben jönnek a legyek, azért nem lehet kínülni, este pedig jönnek a szúnyogok, azért nem lehet kínülni. És egyfolytában jönnek a macskák. Igen, ami tehát... miatt abszolút nem lehet beülni. Igen. Viszont most kérdeztük ismerősöket, mert rengetegen vannak most Görögországban, hogy sehol máshol állítanak szúnyogok, tehát én nem értem, hogy... De mi egy ilyen szúnyogöbölbe lakunk. Szúnyoghegy, úgy is hívhatjánk, nem kecskebasszó, hanem szúnyoghegy. Viszont képzeljétek el, hogy a Kírának, és akkor mindig mondja a Kíra, hogy hogy milyen látod nem ezt értem, a... hogy a Máté milyen nincs elájulva, mondom, nézd a színektől. Színek vannak. És mondom, hogy gyönyörű, tényleg csak így mindennek, hogy a Kírának van egy napszemüveg, amit tőlem kapott tavaly születésnapjára, ez az, ami hát ugye nekem borzasztó. Viszont olyanok a fényviszonyok, hogy ilyet még a büdös életben nem láttatok. Bárhol megyek, karibi viszonyok vannak. Karibi a viszony. Görögországban, bárhol. Egyszerűen olyanná teszi az életet, mint amire mindannyian vágyunk. Vajon tehát így? Igazából... Tehát és ha leveszi az ember depressziós, így sír, hogy szar az élet, fölteszi. De jó az élet. Igen, a Kíra azt hitte, hogy szerhasználó lett. Igen, hogy a szerhasználattól lett ilyen. Igen, de nem. Hát ez valami egészen elképesztő. Ezt le se szabad venni, és aki leveszi, és a Kíra az előbb azt mondja, leveszem, hogy lássam egy kicsit a valóságot. Mondom, figyelj, a valóságot ne akard látni, mert amit ebbe a szemüvegbe látsz, az sokkal jobb. És ez itt nem a reklám helye. Úgyhogy fel is veszem. Vedd föl. Én is fölveszem ezt a kis szimplámat. És rögtön én a karibitől. Nekem nagyon rossz. Hú, de hosszú lett ez a videó részlet, azonnal menjünk innen. Iszonyú vízirobá pufadásomat próbálom edzőteremmel csillapítani. Igen, igen, Görögországban vagyok, és igen, igen, Iona Petrában lejöttünk edzeni. A Kira már egyszer volt, de ugye akkor nekem volt egy kis hasi problémám, úgyhogy most én is lejöttem. Hát a terem elég olyan, amilyen. Tulajdonképpen egy nyaralóhelyen vagyunk, nem sokan topzódnak az edzőterembe. Ő itt van, ő nem tudjuk ki. Kira pedig bent muhájtályozik egyet, kérem szépen, mert hogy itt sem hagyja annyiban. Már is mutatom, hogy mit csinál épp. Igen, látjátok is, itt van az edző. Ő az az edző, aki ajánlotta nekünk azt a helyet, ahol... Hát a kaja nem volt olyan jó, viszont a macskák nagyon jól laktak, ugye a ledobáltak nekik minden csirke mellett, rákocskákat, meg minden, úgyhogy ők baromi jól bezabáltak. A Kira iszonyúan durvul, ez az, üti vágja az edzőt. Ez az. Ez az én feleségem, kérem szépen. Úgyhogy jobb nem visszapofázni neki, mert egy ilyet odarúg, és akkor berepülök a konyhapult mögé. Mit majd szólsz, patkánylány? Mindig akkor videózol, amikor eszem, vagy valami, iszom, eszem. Mit zabálsz? Azt hagyjuk, Lidl-ös lugos zemlét. Az eszem eldobom, de most komolyan imádom, mondom. És itt volt egy idő. Hát én tényleg megőrülök. De most már nem mondjuk ki többet, hogy mi, de a lényeg az, hogy eljövünk Görögországba, Krétára, végigautózzuk egész Európát azért, hogy bemenj oda, és vegyél egy lugos zsömlét. Hát most sajnálom, de sehova nem hozlak. Szóval a krétai végségek... Na jó, most már ezt ne is fejezd be, jó. De cserébe legalább a tengerpart. Jaj, de szép! Hát ennyien kíváncsiak erre a tengerpartra, látjátok, nem, nincs tumultus. Hála jó égre. De én nem tudom, ez neked komolyan tetszik? Mert nem baj, én veled jól érzem magam bárhol, de hát azért ez... Hát most azért megmutatom. Mert itt fekete a homok. Tehát itt fekszünk, és hát ez a látkép. Hát ez a mindennek nevezném. De nem az a látkép, mert nem arra. Ez a kopárszík sarja. Ez a kopárszík sarja. Jó, hát itt meg kvázi szembe velünk, ott van. Egyiptom. Hosszan kellene úszni, de ott van. Nem mindenhol látsz fekete homokot ezzel a színű tengerrel. Igen. Mutasd meg, hogy néz ki. Na már megmutattam, már oda mutattam, de most nem csak ez a lényeg, hanem az is, hogy egész egyszerűen ehhez a kékhez, a
fehér sokkal jobban ízik. De nem érted, hogy először eljöttünk Kréta keleti részére, ez állítólag az igazi Kréta tradicionális helyen lakunk, sokkal nyugisabb, fekete a homok, stb. És utána csodálatos. Átmegyünk a nyugatira, ahol mi lesz? Ahol vannak a legismertebb, leghíresebb tipik strandok, amit akarsz. Értem, jó, hát mindegy, jól el leszek itt a alsó mocsolához tartozott tengerparti részen, végül is nem probléma nem, nekem. Nem érted, hogy ez miért néz ki jól. Hát tényleg nem, bevallom. Szóval, hát én nem azt mondom, de figyelj, mondom, tehát eljöttünk, én nem fikázom, félreértés ne essék, csak én nekem nem ez a csodálatos tengerpart. Szóval ez... Jó, de neked, hát akkor ne gyere, menjél csak Horvátországba, és sehol máshova. Hát jó, azt meg kell hagyni, hogy azért a horvát tengerpart az... Hát nézzétek el a távolba. Épp hogy csak egy sittes autó hiányzik, ami itt markolja a követet. Jó, hát ezzel az erővel egyébként, hogy ha már sittes, ami tényleg olyan, mint egy építkezés, a Nizza strandjai azt olyanok, mint egy építkezéssel lenne. És hogy ki voltál, amikor azt mondták, hogy sittes köveken kell ott feküdni a Francia Rivierán? Ami igaz, jó, sittes köveken. De nem mindenhol azon fekszel, de tény, hogy ott vannak olyan strandok. Ez tény, sittes köveken kell feküdni. És mondjuk az is tény, hogy ott a Francia Rivierán azokat a parcakat a leghíresebbek, mert azokért vannak oda, ami gyakorlatilag Horvátországban egy szarab strand. Íztelen görög sárga barackot eszem. Se ízesebb. Na jó, van még valami bajod? Egy csomó bajom van, de most azt inkább nem fejtem ki. De én ettől még élvezem a nyaralást, tehát félét és nem csak megjegyzem, hogy hát, jaj. Mert én nem tudom nektek tényleg, de másnak úgy van, hogy minden gyönyörű, meg minden szuper, vagy csak én vagyok ilyen? Nekem nem tetszik semmi? Vagy hogy van ez? Hogy biztos tetszett már életemben valami? Basszus. Na jó, hát itt most legyünk el egy darabig. De jó lesz. Na most már talán bele kéne menned a vízbe végre. Új, de szóval minden bajom van. Na jó. Na Máté végre bement a vízbe. Hihetetlen, úgyhogy most már kicsit lelazult végre. Jesszus Máriám! Aha, jó, tehát egy papucs nélkül egy lépés sem lehet menni. Eszméletlen. Megnézzük a Mátét. Most már fél órája bennúszkál, úgyhogy nagyon élvezi. Látom. Hogy bele nem ejtem. Jesztusom! Hogy úgy van? Hát következetlen nevelésben részesítem a macskákat, vagyis magamat, mert... De végül bele mentél, mert először én mondtam neked, hogy akkor adjuk nekik oda a megmaradt kaját. Nem tudom, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy a macska konferencián megbeszélik, hogy így összegyűlnek a macskák, és azt mondják, jó, ezek olyan vendégnek tűnnek, akik bunkók, nem szeretnek bennünket. De figyeljetek rá, mondja az öreg bölcs macska, mert amikor elmennek, annyi szemetet fognak fölhalmozni, annyi élelmiszer van a hűtőjükbe, hogy amikor elmennek, akkor a húsokat úgy is ki fogják tenni, a legfinomabb falatokat. Tehát húzódjatok. De mondjuk ebből is két fajta van, mert lehet, hogy van a tényleg a vérszemét, aki még akkor se adja oda. És van a vérszemét, aki... de mi nem vagyunk aki... a vérszemetek. Úgyhogy gyere velem, mert itt vannak a tálak. De lemész, tele van vízzel. Mindegyikben víz van? Hát, na ott, ja ott láttam még egy ilyen műanyag tálat. Jesszus, már néz. Már néz. Már ott néz. Nézd, itt hoztam dolgot. Ez a hírnökük. Ez most mindjárt megy és megszólítja többieket. Igen, és mindjárt jön a vörös, meg a fekete-fehér. Ezek ma elutaznak. Ezek ma elutaznak, és valamit kitesznek. Ezek mindig tudják, hogy mikor van az utazási nap, meg hol halára. Szerintem még akkor tett bele, amikor még nem gyűlt ide az összes, mert jó. Rosszul leszek. De ide rakjam. Rak bele. Jó. A legfinomabb jó. Húsos falatok. Na, jöhetsz. Megszólítottad? Nem, mert most már nagyon be van szarva. Hát nem annyiszor nem. Elküldtem. Ja, de már ott a vörös is. Jön. Aha, már nézd meg, sorba ülnek. Vannak. Sorba ülnek. Jön. Jó, akkor menjünk. Fussunk. Jó, hát csak megnézem már. Na hát ez aztán engem vegyél.
Na ez aztán miért a macska a főszereplő most? Nézd meg, nem oda megy. Nem oda megy, mert már úgy fél tőlük. Jó, mindegy, meg fogják elmondani. Nem a kajára megy. Hát, vagy... lehet, hogy egyáltalán nem éhesek, mert mindenki halálra zabáltatja őket. A másik is csak tisztes távolból figyel egyelőre. Úgy is hallunk téged, hogy nem látjuk a hatalmas fejed. De lehet, hogy a hatalmas fejem érdekesebb, mint ez a hang, ami csak a háttérből jön. Na kapcsold le! Egészségünkre, egészségetekre, éljen az itt töltött hang. Igen, na hát ez. Szóval ugye? Ez, igen. Igen. Tehát a Krétával, a legesleg nagyobb problémám Krétával. Mondd el, mi a legnagyobb probléma. Állandóan fúj a szél. Itt vagyunk, hány napja vagyunk itt? Hat vagy hét napja vagyunk itt, és akkor egyetlen egy szélcsendes nap volt. Hát itt a hegyen meg aztán eleve nagyon durva. Valaki pont ezért szereti Krétát. Mert szeles? Hát mert hogy itt nem olyan, mint a Szahara, mindenki meg van légmozgás, de hát azért a légmozgás azért meg az orkánszerű szél között azért van különbség. Tegnap felmenekültünk a partról, mert olyan iszonyatos szélvihar tört ki, hogy attól féltem, hogy az egyméteres vízbe megfulladok. Úgyhogy mindenhol lehet kapni ilyen hatalmas nagy csipeszeket, és mindenki azzal jár a strandra, hogy mindenét oda csipeszeljen, a törölközőjét meg a minden. Szélen kívül? Szelen kívül. Szelen? Jézusom. Tehát szélen kívül. Szelen kívül. Na jó, ez most megint olyan, hogy minél többször mondom el. A szelen kívül, ez nagyon fura így. A szelen kívül összegezzük, hogy milyen volt itt. Képzeljétek el, hogy nem mertük egymásnak bevallani a Kírával se, de hogy egyszerűen volt egy éjszaka, hogy úgy beparáztunk itt, mert az egy ilyen diszjoké duma egyébként a Bookingon. Ezt a Bookingon foglaltuk? Nem, az Airbnb. Airbnb-n egy ilyen diszjoké duma, hogy jaj, hogy ez a falu, mi? Ez a falu, ez halott. The falu is dead. De ezt nem úgy hirdeti, ezt utána, amikor lefoglaltam, akkor írta, hogy de egyébként by the way, az ugye, hogy semmi nincsen egyébként a faluban. Én úgy gondoltam, hogy jó, hogy egy ilyen elszigetelt pici kis falu, de hát minden pici kis faluban van egy kocsma, egy közben megtudtuk, egy zöldséges. Közben megtudtuk, hogy a 40-es, 50-es években mindenki elment ebből a faluból. Ezt tudni kell, hogy hát fönn vagyunk a hegy tetején egyébként, a hegy oldalában. 9 kilométert jövünk föl a hegyen. Föl. Gyönyörű a panoráma, azt láttátok, tényleg elképesztő panoráma. Gyönyörű, de hát, hogy valaki, nyilván viszont, az emberek nem tudnak itt élni. Igen, az 50-es, 40-es, 50-es években elhúzott innen mindenki, a házaik szétrohadtak, tehát amikor tettünk egy kört a faluba, akkor egyszer megrettentünk, hogy minden, gyakorlatilag nem minden második ház, igen, hát hanem alig van olyan ház, de azért egy-két ház fel van újítva. Igazából szerintem a házak 20%-a van felújítva. Igen, és a 20%-át olaszok vették meg, ezt is megtudtuk lent a városban. Tehát helyek egyáltalán nem laknak itt, és nem is terveznek. Nincs egy darab se, és nem is akarnak itt lakni. De mondjuk mondják, hogy rengeteg ilyen hegyi falu van. Ehhez képest a sírok itt velünk szembe a temetőbe vadifrissek. Úgyhogy én nekem olyan parám volt, hogy itt a turistákat hantolják el. És nekem az is lakunk. Kérdezték, hogy hol lakunk, mondom, Ágios Ianosba. És akkor mindig volt egy ilyen kis, mint a filmekben, picike kis hatásszín, nem tudom, amikor nem akarják elmondani, hogy ott valójában mi van. De utána én rá is kérdeztem, hogy mondd meg, hogy valami szörnyűség történt. Na mindegy, de azt állítják, hogy nem. A lényeg az, hogy itt olasz, jól szituált, felső középosztálybeliek megveszik, mert beleszerettek ebbe a faluba. Ennek a háznak a tulaja is. Igen, bár 20 millió érit lehet házat kapni egyébként. Hát mondjuk olyat, hogy össze van omolva az egész. De ez is baromi jól felújította a nő, jó ízlése, stb. Stb. De, amit viszont mondok, hogy az olaszok imádják a macskákat, ami tök oké. Itt etetik őket, amikor itt vannak, meg nem tudom, hogy micsoda. Ezért aztán tele van kakálva az egész falu, hát az egész ház az övék. Ettől annyi légy van, hogy olyan, mintha egy istálóba ülnénk, de komolyan, tehát tényleg légy dömping van. Tehát ahol lementünk, a kert is gyönyörű, meg minden, de hát azért egyszer csak így lenéztem, és akkor nézem. Kakatenger van. Kakatenger, ugye ezeket nem takarítja senki. Igen, nem takarítja senki, az olaszok, macska, gelello, mello, macska. Itt egy helyi ilyen ajándékboltáros mondta, hogy augusztusban előzönlik a helyet az olaszok, és hogy minden macska, ami macskával az köze van, azt megvásárolják. Felvásárolnak. Tehát tudja, hogy előtte föl kell tankolni a macskát. Lüsbén a macska, igen, tehát augusztusban itt a macska az a legkelendőbb árucikk, tehát úgy veszik a macskás dolgokat, hogy bármit eladnak, ami macska van. Tehát szerintem a macskás WC-papír a kedvenc. Nem lenne elég egyébként, hogy minden sarokra jut három macska. Amit akarok mondani, hogy az egyik éjszak
Amerika, képzeljétek el, bevizionáltam, hogy a bejárati ajtónk előtt halottak állnak, azok a halottak, akik a 40-es években innen elmentek, és vissza akarnak jönni, és ez az ő házuk. És másnap reggel, amikor fölkeltem, és kinéztem a bejárati ajtón, halottak kaparása volt. Ilyen 10 körömmel van megkaparva az ajtó, de aztán utána kiderült, hogy ez már... Visszanéztük az előző videót, és kiderült, hogy a halottak kaparása már akkor is ott volt, tehát nem éjszaka történt. De egyébként még jó, hogy a Máté nem merte ezt nekem mondani, mert én is folyamatosan mindenféleket hallucináltam, meg álmodtam, csak én sem mondtam neked, hogy ne paráztassuk be egymást. A felső szinten hallokolni lehet, annyira nincs levegő, ha bezársz mindent. Ha nyitva hagyod az ablakot, nyikorog, tehát akkor... ha kinyitjuk a csapot, akkor az is nyikorog. Nyikorog a tető, él a ház, él a ház, macskák sejtelmesen néznek rád, halottak kaparják az ajtót. Gyönyörű varázslatos, csak... Csak ma tovább utazunk ma nyugatra, nem baj. Úgyhogy most megint... Nem mertem nyitva hagyni a terasz ajtót. Úgyhogy bent fullokoltunk. Ilyen nem szokott lenni nyaraláskor. Igen. Nem meri nyitva hagyni. Eleve ide a följutás olyan, hogy összeszarjuk magunkat, amikor már fölértünk, akkor is. Úgyhogy nagyon-nagyon jó Krétának ez a déli része, és nagyon autentikus, de most átmegyünk nyugatra. Mert hogy nyugaton a helyzet, de nem egyébként tök jó, csak lehet, hogy meg kell állítani. Köszönjük, egész nap ilyen idegesítő leszel. Tegnap nekem azt mondja, Kína, hú, de nehéz napunk lesz, amikor elkezdtem énekelgetni. Hát hiába mondom neki, hogy van, aki ezért fizet. Hát jó, de én a feleséged vagyok. Mindig elfelejtem. Hát a közönségem is legyél, ne csak a feleségem. Valamit akartam mondani. Fontos volt? Fontos, hogy az a lényeg, hogy azért én szeretem, hogy, tehát, hogy tökre lehet elszigeteltnek, és szeretem, hogy a csend van, a nyugi, a nincsenek sokan, de azért ne egy halott városba kelljen lakni. Halott falván vagyunk, halottak falujában. Tehát, hogy legalább egy, ja, és a közben az a pletyka is van, de erről nem találtam semmit az interneten, hogy állítólag itt van a világon az egyik legdrágább zeneiskola, de el nem tudjuk képzelni, hogy hol melyik. Szóval ez a pletyka itt a helyiek körében. És ez vajon érdekes, hogy itt van egy zeneiskola Holtak falvába? Hát igen, mert hogy ez a világ egyik legdrágább zeneiskolája, ahol emberek több száz eurót fizetnek per éjszaka, hogy itt ilyen, nem tudom, ilyen képzéseken vagy workshopokon vegyenek részt. Láttunk is egy lila ázsiai nőt, az biztos zongora virtuóz. Igen, zongoristák, hegedű művészek, és hogy állítólag a legeslegdrágább, a világ legdrágább zongorái vannak itt valamelyik házban. Ezt nem tudtuk kideríteni. Minden esetre elmegyünk a Holtak kaparásából. Te nem hallottad? Én mindenfélét hallok, olyat is, ami nem volt, úgyhogy zongorát. Nem tudom, hogy mi igaz és mi nem. A zombik zongoráznak. Úgyhogy most elmegyünk nyugatra, gyertek oda is velünk, vagyis hát ha akartok, hanem megyünk nyugatra, és jöttök velünk. Puszmi! Csókolom! Ahó, kinek tetszik letti? Most is megijedtem. Most éppen egy olajliget közepén vagyunk. Igen. Szintén a semmiben. De nagyon szuper. Eljöttünk, hol vagyunk most? Nyugaton? Hát most északnyugaton vagyunk, Kiszámosz mellett egy pici faluban. Kiszámosz is elég kicsi, de ez egy pici falu. Jól áll neked, Kiszámosz, te kis disznó. Szigorúan le kell venni a cipőt közölték, mert ugye... Cipővel nem szabad, mert ilyen ez szem. Teljesen más jellegű, ez inkább egy ilyen... Nagyon szép. Nagyon szépen, de egy ilyen trendin felújított. Vezess be a fürdőszobába, azt úgy is szereted. Fürdőszoba nagyon buszta egyébként, az jó lesz az a zuhany. Aha. Szeretem, amikor ilyen fal van. Szép, nagyon szép. Igen. Törölköző van a vécén, ez vajon mit jelent? Sajnos papírt is lehet bedobni. Nem szabad bedobni. És azért beszéljük meg, magamra irányítom. Most ne beszélj, mert én beszélek. Úgy közben azért elmondanám, hogy a Görög Rubint Réka a tulajdonos. Ha mindenáron tudni akarjátok. Görög Rubint Réka mondjuk kicsit elhagyta magát, és teljesen megőrült, és Csodálatos volt. És mondom, hogy te nagyon hasonlít valakire, azt mondom, kira, hát itt a Rubint Réka úgy néz ki, de tényleg, de a Réka az sokkal szebb, meg hát persze, szóval jó. Persze, nem volt olyan alapja, nem. De egy kicsit, csak annyira le volt, lassú. És így mondta, hogy... És ugye bizonyos dolgokat egyáltalán másra válaszolt, mint amit kérdeztem, de utána most már tisztelt. Az volt a legjobb, hogy mondtuk neki, hogy ha bármi kérdésünk van, akkor jelentkezhetünk, mondta, És volt nagyon mosolyogott, hogy Mondtuk, hogy biztos, hogy no. De mindegy, de nézzétek meg, itt is nagyon jó kis. Itt milyen jó lesz majd mosogatni. Megmutatjuk a hálót. Ja, ő. Nem! Megint nem. Kezdődik az egész. Go home, cickány. Anyáta, menjél. Nagyon rondát mondtál a macskának most. Ezt megértette. De Máté, most végre úgy gondoltam, hogy ott hagytuk a macska szigetet, basszus.
Ott hagytuk, nem, az a Holtak. Holtak szigete volt. Ez most milyen előnyös lesz, egy bazi nagy fekete fenék megy föl az emeletre. Júj, de szép! Hát most nem tudom, mennyi látszik. Nagyon naturalis. Már lesz lehetem alékolni, de most lehet, hogy örülni fogunk neki. Igen, én is nagyon örülök neki, mert ott... Na, itt ránézünk a boilerre. Igen. Hú, nagyon tetszik nekem a minimalista. Minimalista. És itt a kis terasz. Júj. Én magamat mutatom, mert hát a látvány az nem tudom, hogy melyik a jobb. De azért mutatok egy kis látvány. Ott lenni. Így, ez a kis teraszunk. Akkor az is ott. Ott az a mi helyünk, ott a vizé. És hát ez. Innen se rossz, bár hozzáteszem, hogy innen... Nem látszik a... Nem látjuk a tenger. Nem látszik a tenger, viszont sajnos. Viszont közelebb vagyunk a tengerhez. De jó annak, aki ott lakik. És főleg ezért nézzétek meg, mert aki ott lakik... Tehát ha innen lefejelek, akkor oda bezuhanok a medencébe. De még mindig itt nyivák van. Menj innen, légy szíves! És azt akarja, hogy szeresd. Ki a sokkot kap? Igen, tele a macskákkal itt is. Görögország a macskák szigete, de Kréta biztosan. Na, meglátjuk, hogy itt... nem megyek olyan helyre, amit elő a macskával, de most már tényleg nagyon elegem van. Na, megjöttünk nyugatra. Eljöttünk bevásárolni az utolsó erőnkből. Szép a táj! Szép! De mondj pár mondatot az érzéseidről. Itt is nagyon jó lesz. És van göröngös a talaj. Told vissza szépen. Lejts egy kis steppet. Mit akarsz? Ott is egy. Jézus ereje, nagy baj lesz, ha ide jössz. Igazából eljöttem megnézni. Ide akarok lejönni reggelizni. Aha, de ez lehet, hogy az ő helyük. Nézzük meg. Igen, hát azért elég hangulatos. Hú, és ott, az ott viszont már egy kis tengernyulábbány. Itt ülünk a kabóca tébolyba. Kívülről egyébként ott lakunk, az a kapunk. Teljesen itt olyan hangulat van, mint hogyha Toszkániába lennénk. Toszkánába. Szerintem görög hangulat inkább. De miért? Ilyen a görög hangulat? Én toszkániai hangulatot képzelem így. Toszkán. Ávészgass malac, aztán irány a beach. Na most aztán vagyok elkeseredve a legigazábbból. Most már gyakorlatilag 10 napja kín vagyunk Görögországba, ugye Athénnal kezdtük, utána elmentünk a keleti részre, most nem akarom szavakkal illetni, és végre a király elhozott egy nyugati parti, észak-nyugati parti helyre. Hát most akkor megmutatom. Na jó, szóval ez nekem a strand. Ez nekem a strand, ez meg nekem a feleségem. Nyilatkozz erről! Szerintem most már fejezd be és élvezd, hogy most egy ilyen típusú strandon vagy. Szörnyen viselkedek? Szörnyen viselkedsz, és lássuk be, neked a tömegturizmus kell. Ezt figyelembe. Jó? Tervezd legközelebb a nyaralásra. Én egyedül? De nem. Mi el is válsz? De nem érted? Tehát az a lényeg, hogy minél változatosabb legyen. Most, hogyha minden egyes nap ide járnánk. Akkor mi lenne? Akkor minden egyes nap jól éreznénk magunk? Ingünk atyánk. Hú, de bazi drága hely! Nagyon bazi drága hely. Itt mögöttem látjátok, különböző sorokra vagyunk osztani. Természetesen a legdrágában vagyunk. Mondjuk, hogy csak itt volt hely már. Igen, a legdrágában vagyunk, az nagyon borsos ára van. Viszont hát ugye elképesztő a látványvilága. És csak azért nem vagyok hajlandó szégyelni magam, hogy nekem ez a strand tetszik, mert itt nekem tömegek szégyelni vannak. Nekem is van, amire tetszik. Szinte szégyelnem kell. És mindjárt bérelünk egy jetskit is. Na te jó Isten. Atya úr Isten. Hát én biztos, hogy azt nem. Valaki meghívna minket egy jetskizésre. Azt szeretném, mert hogy hát ha közületek valaki tudja, valószínűleg most már másodszorra, harmadszorra eszem. Valószínűleg ez egy mediterrán fűszer, ami édeskés, és hogyha eszed és szagolod, olyan, mint a rothadó hús szaga. Mi ez? Mert többet én ilyet nem szeretnék enni. És eddig azt hittem, hogy romlott a hús, de kiderült, hogy ez egy fűszer.
Na, ez lesz aztán a mai napi kvíz kérdés. Rothadó hús ízű fűszer, mi az? Ezt kérdezi a Kira. Kétszer küldette már vissza Magyarországon étterembe a kaját azzal, hogy rothadt a hús. De és most hozzáteszem, hogy akárkivel megszagoltatta, mindenki azt mondta, hogy te atya úristen, ez meg ne edd, mert ez rothad. De miután Görögországon most kétszer ettem olyan kaját, ami ugyanez a fűszer volt, hát azt nem hiszem, tehát hogy ott az ötcsillagos helyen nyilván nem volt rothadt. Hát ha rothadt lett volna, akkor mi már rég Aténba lennénk mentőhelikopterrel. Tehát nyilván nem volt rothadt. De miért beszélünk ilyen jó helyen szörnyűséges rothadt húsokról? Azért, mert szeretném most már megtudni. Tehát ha tudjátok, hogy mi lehet ez, akkor írjátok meg. Szerintem úgy hívják, hogy agybaj, és neked van olyanod. Jó, szerintem kapcsolatban. Hú, most már ideges is azért, mert nekem ez tetszik, neki meg tetszett a Havana úti lakótelepi. Ez is tetszik. Hú, nézd meg, ez mi? Miért vagyunk itt, patkány? Kit nézünk? Naplementét nézünk. Romantikusan? És nem videózunk. Júj, ez a hátszinte megperkölődött. Igen, nem érzem, hogy megpörkölődött volna. Mondjuk el, hogy itt a világon az egyik legszebb a naplemente. Hú, de nem szép. A világon, legalábbis Krétán. Krétán a legszebb. Vagyunk Krétán. Ja, most meg akartam nézni a kamerán keresztül a naplemente. Mi is szép ez. Hú, de jó Isten, hogy áll a hajam, a fejem... tömbbe áll gyakorlatilag. Istenem, ha nekem így tömbbe állna a hajam egyszer, az milyen jó lenne. Szia, Maki majom! Nagyon szép a naplemente? Elég szép. Elég szép? De ezt is kicsit fitmáljuk? Fitmáljuk? Na már írom. Júj, de szép. Ott a naplemente. Na most aztán kecske invázió van, ahogy írták. Ott vannak. Júj, de cuki. Megyünk a világhírű Baloszra, és ugye már azon a szakaszon vagyunk az útnak, ahol ott van. Na. Itt vannak. Nem látszik de ez semmi. Én vagyok már, amit szóval végig ilyen salakos, ilyen murvás út vezet oda, és akkor utána egyesek szerint 10, mások szerint 30 perc gyaloglás. Remélem, hogy inkább 10 lesz. De minket is veszel, vagy végig ezt a teljesen semmit mondó utat? Minket nem veszel. Na, ez miért aztán, lenné? Amikor a te kezedbe kerül a kamera, akkor van mindennek vége. Ott a tenger már. Jó, de jó. És azért azt mondjuk meg, hogy hajnalok hajnala van. Igen, 12-kor érő első hajó oda. Ja, ez a... Atya úristen! Az egyébként miért van, hogy aki kalapba vezet, az ciki? Ezt még ezt is írjátok meg. Ne csak a büdös fűszer ízét, hanem rám mindig rám szólnak, hogy miért vezetek sapkába meg kalapba. De hát, hogyha egyszer, az miért baj? De most baromi jó, mert tényleg időben indultunk el, és még senki nincs az úton. Szóval az a lényeg, hogy azért is indultunk időbe, hogy még 12 előtt le tudjunk lépni, mert 12-kor érkezik az első hajó. Most magadat veszed? Hajó turista. Nem, téged veszlek. A hatalmas káboly kalapos fejedet. Vigyázz, mert Cliff Burns egy Balleszra. Csak nem furgonnal megyünk. Nem, sajnos. Mondta is a Kira, hogy egy leszakadt kocsi kéne most nekem. Reméljük nem szakad le, mire oda. De egyébként meg kellett volna állni meg az utolsó kis márkitnél. Hogy az utolsó lehetőségnél egy kis vizet. Engem veszel, vagy így? Téged veszlek, te szerencsétlen. Na jó, most már akkor majd, amikor odaérünk. Hadd nem mondjam, akkor... hogy hova menjél. Hova menjek? Inkább meséld el a történeted a csótánnyal a reggel. Na hagyjuk. Egyszerűen ezt nem is értem. De most akkora... már vagyok magad is néha. Nem akarom menni magam. Ja. Az a lényeg, hogy Tájföldön volt utoljára ekkora kafár, akivel találkoztam. De mondd, hogy mi és a kafár, mert nem mindenki hát tudja a kafár. Hát egy rohadt csótány, tehát ami ekkora. És repülni is tud ekkora a kafár. Ekkora plusz a csápjai meg minden. Nem mindegyik kafár repül, de az a lényeg, nem hogy... Nem mindegyik kafár repül? Mondom, hogy csak a nőstények repülnek. Érted? Hát itt is ugye a nőstény tud többet. Na most kapcsolj ki! Na jó, szóval, hogy ezen a szálláson, tehát itt olyan tisztaság van, minden hófehér. Minden? Elképesztő, tehát tényleg a pók is elcsúszik, és egyszer csak megyek le, és ott van mondjuk már haldokolva. Úgyhogy nekem az a gyanom, hogy a macska valahogy bepöccintette a házba ajándékként ezt az undorító kafárt. Hagyd már ezeket a macskát! De mert utána nagy nehezen azért undorodva kivittem a csótányt egy kiszámos térképen, és akkor utána rögtön megjelent a macska, és megnyalta a szája szélét. És hogy utána, finom és utána rám nyávogott. Én meg rohantam be, mert még a macskától még jobb utolod, amit a kapát. Na most már stop legyen! Na jó.
Na, a Baloszról, a Kék Lagunából jelentkezünk legközelebb. A nyaralás a halálos pokoli megpróbáltatások összessége. Én most már ezt mondom. Ez nagyon kemény. Hát ez oda, oda kell lemenni, oda. Oda megyünk le. Ekkorák az emberek, ekkorák hangyányik, és ráadásul hiába jöttünk korán, hát nyilván volt még hasonló, nagyon okos ember. Mint mi. Szintén most itt jönnek lefele. Nagyon idegesítőek. Jó, hát mindenki idegesít minket. És mi is mindenkit, ez a jó. Jöhetünk volna hajóval, csak az meg, szóval most csoportosan ide jönni délbe, az se jó. Igen, szóval fölülni egy ilyen turista hajóra, és kiözönleni. Igen. Igen, várjatok, itt megmutatom, mert mögöttünk aztán tényleg a Kecske Mzó hegy van. Várjatok, megfordulok. Igen, na oda megyünk le. Azok ott emberek. És ez a világhírű Ballos Beach. Ez nagyon világhírű. Na hát kíváncsi vagyok, csak remélem, hogy azt fogjuk mondani, hogy megértem, amikor leérünk. Az, hogy mit fogunk mondani, amikor fölfele fogunk ugyanitt jönni. Déli 12-kor, amikor az első hajós csoport megérkezik, és mi fejvesztve menekülünk fölfele az autónkhoz, amit ott hagytunk a préri közepén. És azt mondjuk, mondanom se a kell, kecskék között. Nem hoztunk, csak egy oregános chips van nálunk. Jó, viszont az nagyon jó az oregános chips egyébként, tehát az tök menő, és otthon még az jó, nincs hát oregános chips vízzel. Oregános chips vízzel ez a menünk, és ott hátul azért gyönyörűség, ami látszik. Gyönyörű, jó mondjuk az jó, előbb azt ők mondtad, nem gyönyörűek. Hogy egy, mit mondtál? Egy mészsel teli vödör innen föntről, na, tehát egy meszes vödörnek jó, látom, de közelről biztos jó. Legyen ez az imidzsünk, hogy minden rossz. Közelíts, patkány! Na, hol vagyunk? Hát azért nem rossz. Hát azért elég menő, meg itt, kell, hogy mondjam. Itt ezen a részen, ez olyan, mintha Mad Max-be lennénk. A Mad Max-be? Igen. De elképesztő azért. Nézzétek már meg, mintha valami karibi térségbe lennénk. Szóval azért ide de, egyszer de el kell jönni. De nem ezen a bolygón. Nem, végig úgy érzem, hogy nem ezen a bolygón vagyunk különben. Nem ezen itt a planéten. Itt ez az egyik fele, itt ez nagyon-nagyon sekély, tehát tényleg ilyen bokáig ér. Barna vagyok. Milyen barna vagy, te jó neked? Azt mutasd meg, hogy viszont az nagyon félelmetes, hogy... Látjátok azt hogy a... Hogy ott kell visszamennünk. Ott kell fölmenni. Mondják. Jó, hát azt most nem biztos, hogy azt innen látszik, de... Igen, de mutasd, itt, hogy hol. Itt, mutatom, igen. Mutatom. És hát itt mögöttünk a badacsony magasodik, kvázi, hát, nem, helyi badacsony. De azért ez itt... Ez marson lenni. Ez mars, ez mars. Marslapban mostán volt egy olyan film, Kim Basinger. Olyan, hogy te is Kim Basinger. Lehet, hogy te is egy marslapú vagy, hogy itt ilyen jól érzed magad. Mi van? A Kína már ígéretet tett, hogy idegrohamot fog kapni, mire visszaérünk a kocsiba. Igen, én már mondtam, hogy ettől a lehet kiméljen meg. Elindultunk visszafelé. Igen, elindultunk visszafelé. Most mérjük, hogy mennyi idő Baloszról. Balasz Beach-ről vissza baktatni. Fölfele, mert nyilván lesz hát vele másképp. Ilyen, ilyen az út. És a homokon megyünk egyelőre. Jobb lesz mindjárt, mert nem a homokba fogunk elsüllyedni. Hát, hanem a sziklaorbon kell csinálni. Az is nagyon jó lesz. Mindjárt dél van. Igen, a déli napban. Fel lehet tenni a kérdést. Ki az a kretén idióta barom állat, aki délbe indul vissza? De megmondom, mi van. Itt úgy telítődik a strand délre. De így kiköpöm a tüdőm, még el se indultunk. Már így is telítődött. És még nem jöttek meg a hajók, amiből ki fognak közönölni a turisták, és akkor itt aztán egy talpalatnyi hely nincs, úgyhogy pont mi még reggel körülnéztünk, amikor még jó. Tehát én, nekem nincs kondim, vagy mi van? Mi mondtam, hogy menjünk elfogni párszor, amíg itt vagyunk. Gyűlöllek. Vonszold magad, patkány, Maki. Mi? Vonszold magad. Na? Mi gyorsabban megyünk, nem? Mi? Végül gyorsabban megyünk, nem? Aha, mintha nem értenélek kristálytisztán, de oké. Okay. Kvázi. A nyaralás a pokol legmélyebb bugyra. Alig várom, hogy kipihenjük otthon a saját ágyunkba. Hogy bírtad, patkányszerű? Hát fölfele sokkal jobb volt, mint lefele. 25 perc alatt följöttünk. Mondjuk fújtattam, mint izé, ki az? Darth Vader. Darth Vaderként jöttél föl? Csak ezt lehet hallani. Nem is érzem, hogy ennyire zihálnék. Fú, de azért nagyon kemény, mert déli nap van, 35 fok, és ugye nem érezzük, hogy ennyire durva, mert egyfajtában fúj a szél. Megérte? Ballos Beach? Hát azért ezt látni kell. De... Ki mondta a szentenciát? Látni kell. Látni kell, de mondjuk nem akarnék egész nap itt strandolni. Iszonyatosan fúj a szél, sekély a... Tehát, hogy strandolásra annyira nem, de gyönyörű tényleg. Na jó. Akkor ez is a pipa készlet része. Hú, de izzadsz.
Na, hát erre elmondom a legjobbat. Azt meséld el. A minapában szakadt rólam a víz, de olyan melegen volt, hogy majdnem meghaltam. És a Kira odajön, és azt mondja, mi van? Meleged van? Nem, ez nem a kórház. Nem a kórházból jelentkezünk. Az ott nem egy kidöglött feleség, hanem egy örjöngő feleség. Tűrohamot kapok mindjárt. Ettől, igen. Ettől a igazi, értelmetlen faszkodástól. Júj! Iszonyú csúnyán beszélsz így a nyaralás végén. Szóval újra a hajón vagyunk, megyünk vissza Athénba, ismét 9 órát. Most már csak röviden mutatom, ez az új szállásunk. Igen. Gírasz, hogy ez nem nagyobb lepra telep, mint az előző. De a feljutás a hajóra, az valami... Ez egy elképesztő, hát a kamionokon keresztül... Tehát leteszi az ember a kocsiját, kamionok. Igen, egyrészt úgy féltette az előttünk álló az autóját, hogy az ilyen rámpán alul megállt. Mi meg ott álltunk, így csüngtünk le a kocsival a rámpán. Nem akartam elhinni. És már rádudáltam, hogy most már onnan menj el, mert mindjárt rád gurulunk, te kretén. Esküszöm, tehát ugye 50 méret a kiskorom óta egyfolytában ekkora Dunán kompozunk, még egy dunai hajó ilyen kompon, ott is olyan szinten irányítanak a kezdetektől, mert érted? Tehát, hogy azért ez egy veszélyes dolog, meg nem mindegy. Itt úgy, ahogy van, szart bele a görög barom. Igen, abszolút, minden! Még egyébként még nehezményezte is, hogy bármit kell szólni, hogy mondjál már valamit, hogy hova álljon az előző. Te ökör, hogy hova álljunk! Meg na. Egyáltalán, hogy hol menjünk föl, vagy merre? Elindultak az emberek föl az ilyen keskeny rámpán, ahol egyébként csak az autók jöhetnek. Na, a lényeg az, hogy semmit. Keresztül kasul a kamionokon, cuccokon, bottal kopogó nénik, meg nem tudom én micsoda. Olyan benzin közben, hogy majdnem megfulladtunk, de mondom, a kamionok tolattak be folyamatosan. Igen, és a lényeg az, hogy megérkezünk, odaadjuk a jegyet, és azt mondják, where is the mask? Hol a maszk? Mondom, a néni mondom, milyen van. Maszk? Hát sehol nem kellett maszk. Amikor idejöttünk Krétára, senki nem is láttam maszkot, amióta itt vagyunk. Maszk. Tehát sehol, nem kötele... Egyedül kitalálták, hogy a Blue Horizont. Mi ez az? Nem úgy hívják. Mit tudom én? A Blue Horizonton vagyunk. És itt közöttek, hogy maszk. Az egyik, hogy menjek oda a terminálba, ott majd kapok maszkot. Na most, erre oda megyek, ott erre nincs. Néz rám a görög, és el is röhögte magát. Hogy miért lenne nála maszk? Na de utána maszkja. Azt mondja, na de a lényeg az, hogy a másik meg azt mondta, menjünk ki, mutat a város fele, és shoppingoljunk egy azt maszkot. Mondja, hogy na most megmutatom. A maszk az in the shop. In the a maszk. Na most itt vagyunk, ez a hajóról a kilátás, és ott van a downtown. Ott. Ott állunk, azért, hogy már... Te mondtad, hogy mindig, amikor ott, váltok, akkor jó, ne pofázzak. Ott állunk, és érted? Tehát mindegyik közli, hogy gondoltam, hogy valami engedményt csak tesznek az összes repülőjáraton, az egész Covid közepén, meg mit tudom. Mindenhol meg, adnak maszkot, ha kell. De van is maszkunk, basszus, hát van maszkunk, de a kocsiba. Na erre mit csinálok? Visszamentem a kocsiba. Erre mondták, hogy hova mész, te hülye állat. És a kamionok között slalomozva visszamentem a kocsimhoz, kivettem a maszkot, és utána visszajöttem ide, és most itt vagyok. És miért kell, hogy egy nyaralás így fejeződjön be? Ja, ugye azt hozzá kell tennem, hogy ahogy felértünk végül a mozgó lépcsőn meg minden, senkin nincs maszk, és senki. Persze, itt köpik egymást telibe. Itt most elkezdett szórakozni, hogy anélkül nem szállunk. Ide föl nem szállunk, és mindenki ott ül és köpi egymást telibe. És itt csuláztunk 10 napja valami, Krétán. Ez az igazi felesleges bürokrácia, ez a két na jó, ez nem még... akartam elhinni. Úgyhogy te most innen pont úgy nézel ki, mint aki friss vakbél műtött. Úgy fekszel ott ezen. Hogy az vagy? Megműtötték a vak beled? Kicsit legyugodtunk, följöttünk a fedélzetre, de azért nagyon jókat röhögtünk magunkon, megmondom őszintén. De azt hiszem, hogy a legtöbb idegeskedés azért jó, mert így mindig tudunk utána röhögni. Hatalmasakat ezek. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Egy baromi hangulatos vártam a jóban, csak az a baj, hogy a hajón, hogy lefoglalták az összes széket. Igen, mert azok, akik nem kupéba mennek, mint mi, azok ugye bárhol el... Kabin. Mindegy, valamelyik. Szóval... Én egy szót se találok el azok közül, ami helyesnél lenne. Na, a lényeg az, hogy mint látjátok, már elhagytuk a szárazföldet ott, elkezdtünk kigurulni, és ott búcsúzunk Krétától. Megmondom őszintén, hogy én ma először éreztem azt, hogy basszus, nagyon rossz, hogy hazamegyünk. Vagy úgy... Igen, most milyen jó lenne átmenni meg egy másik városba, és akkor még így utazgatni itt a szigetet. Vagy pedig visszamenni Athénba, és akkor ott még ott a szárazföldön.
utaztam. Miért most vízen voltunk? Tudok, nem a szigetben. Ja. Szóval igazából így nagyon el lehet lenni ezzel az utazgatással, még akkor is, hogyha nagyon sokszor úgy gondolom, hogy igazából az a legszerencsésebb, aki így az utazása végén azt gondolja, hogy végül is hazamenni is nagyon jó. És azért mi ezt nagyon sokszor szoktuk így érezni, hogy azért tényleg tök igaz ránk, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon, nem? Szóval, és az alatt most Horányt is értem, persze nem csak a pesti lakásunkat. Igen, meg azért így a saját életünket is így tökre szeretjük, szóval nem kell ahhoz feltétlenül menni, mert ismerünk olyat, aki mindig akkor a legboldogabb, amikor utazik, mert akkor kiszakad így a hétköznapokból, meg mit tudom én, és akkor sokkal felszabadultabb, meg boldogabb. És ilyenkor egy csomóz, amit előtt élvezteljük a hétköznapjainkat. Is. Igen. Azért ez egy jó kis nyaralás volt, nem? Nagyon. Nem mondom, hogy általában, mert ennyi idő után már úgy szoktam el lenni, hogy most már tényleg jó lesz hazamenni, és tényleg jó lesz hazamenni, de lehet, hogy még kalandoztam volna még egy. Én ma volt egy pillanat, hogy úgy éreztem, hogy mindjárt így el is bőgöm magam talán. Tehát, hogy most már szerintem most pont az volt, hogy már tényleg kezdtünk ebben az egészbe belelazulni, meg így felvettem teljesen a túlságosan. Na, hogy te miben lazulsz bele? Túlságosan felvette a görög vezetési ritmust és stílust, úgyhogy mondtam neki, hogy nem tudom, mi lesz. Úgy vezetek, mint egy görög, rettegjetek. Teljesen. Meg hát már ugye megszokta azt is, hogy semmi jelzőlámban nem működik, úgyhogy gyakorlatilag mindegyiken úgy megy át, ami működik azon is. Igen, tényleg, de szóval bér. Hát úgy előzve, mivel mondtam, hogy azért egy kicsit. Görögösre vettem kicsit a figurát, vigyázz! Amúgy is eddig is sportosan vezetett, de most már még görögösen is. Görögösen is sportosan. Nem Skopjéban fogunk visszafele megállni egyet aludni, hanem Nisbe, jelentsen ez bármit is, tehát Nisbe, Szerbiában fogunk megállni egy éjszakát, úgyhogy még az teljes izgalmaknak nincs olyan, vége. Olyan fények voltak a képek alapján, Na, ez velünk kapcsolatban még nem is feltétlenül kiszárt, hogy megyünk egy kupiba. Ma bejelentkezünk még a kupiból is. Mondd el az eseményeket, átkozott. Én nem tudom, hogy mi van, de hát komolyan. Végre megérkezünk. 9 órát vezettünk. Haldoklunk, és eljöttünk a méltán híres Nis városába, Szerbiába. Megérkeztünk, mondom is a Máténak. Én már nem élek. Új szálloda, jó, és már kinéztem, hogy szaunázni fogok, van jacuzzi, ú, de jó. Mindent. Erre azt mondja a nő, mondja a recepción, nő, hogy hát van egy kis nagyon probléma. Nagyon velkám meg minden, de hát szeretne informálni. Mondom, hogy mi az Isten már, mondom. Mi történt? Azt hittem, hogy teltház van, de hát alig van kocsi a parkolóban. Hát, hogy nincs víz. Nincs víz, nincs. Mert csőtörés van a környéken, valami minden zubog a víz. És hogyha már ígérték, hogy 3-ig megcsinálják, de hát még mindig semmi, és most esetleg este 9-ig megfogják, úgyhogy... De nem biztos. De most nem lehet lehúzni a WC-t. A kávét se tud csinálni. Mert a kávégépben működik. Nem lehet lehúzni a WC-t, nyilván spába nem tudok lemenni, fürdeni nem tudunk. Van-e még-e olyan ökör ezen a világon, aki autóval szeretne nekivágni ennek a hosszú útnak, te liba? Mi köze az autóhoz? Hogy mi köze? Honnan gondoltuk, hogy izé lesz? De minden esetben gin-tonikot tudok inni. Hát gin-tonikot tudsz, és még van egy kis jég, úgyhogy azt még beledobják az én bitter lemonomba, amit én kérek. De nekem már baromira nincs kedvem. Most megint keresni egy másik szállodát. És most vezessünk hazáig? Az még 6 óra. Nem, hát most és már ki lett. És akkor most mi? Most ma reggel fürödtünk. És úgy megyünk haza, mint a sátoros csöves patkányok. Azt ígérték, hogy ma 9-ig. Meg azt is ígérték, hogy 3-ig. Na, ez a nyaralásunk fináléja. Jó, minden esetre reggel történt a csőtörés, úgyhogy most már nem tudom, hogy milyen a szerbek munkatempója, de... Hát félek a szerbek munkatempójától picit, mert nagyon közel vannak hozzánk. Megérkeztünk. Hát sehol nem volt olyan meleges küszöm, mint Magyarországon. Megérkeztünk, iszonyú régóta úton vagyunk. Hát ez most visszafele, szerintem durván volt, mint kifele. Nagyon kemény volt, igen. Szerbiában végül lett víz, egyébként hozzáteszem, pár a Nis szállodában. 8 óra este 8-kor lett víz. Igaz, hogy pisilt a csapból, de pont le tudtunk zuhanyozni. Nagyon kellemes volt a szálloda, tök jó volt a Igen, kaja, tényleg jó volt, nagyon, nagyon kellemes volt, jót is aludtunk egyébként, de hát utána még 6 óra vezetés várt ránk. Természetesen a magyar-szerb határon volt egy kis kekec-mekec, tehát ott sehol, egyetlen határon nem volt, jöttünk így végig, meg minden. És itt sem a szerbek kekeckedtek. Igen, összességében, már itt vagyunk a házunk előtt, ott a kis töhi.
egyrészt gyere ide és dicsérd meg az autót, hogy végig milyen jól viselkedett a töhötöm. Különösen, amikor nem tankoltad meg, hogy olyan is volt, igen. Itt a töhötöm. Töhötöm, szólj, szólalj meg. Nem volt, hogy érezted magad, mi volt? Megyetek a büdös francba. Többet ennyit biztos, hogy nem utazom veletek. Ennyi. A büdös francba küldött el minket a kocsink. Ja, de miért? Nem vagyok az, de ki találta ki, hogy autóval menjünk? Ki találta ki, hogy autóval hát megyünk? Jó, de te mondtál. Ki vezeted? Sehova se megyek.